Hát ezek az űrök kellemetlenek. Ezt a sportolók és az úszó szövetség közötti vitát elég erőteljesen megpróbálja kihasználni a jelenlegi kormány arra, hogy a saját önös céljait valósítsa meg. Mit gondol, ön szerint nem veszélyezteti a jövő évi vizes VB-nek a megrendezését, ami most zajlik az úszó szövetségnél? Bízunk benne, hogy nem. De nem biztos benne. Biztos akkor lehetek, ha bekövetkezett. Gyárfással, mint az úszószövetség elnökével nekem egyszer-kétszer volt dolgom, sokkal inkább annak idején, amikor a NapTV-be jártunk annak tulajdonosa vagy főszerkesztőjeként, velem korrekt volt. Sajnos ismételten nem a sportról van szó, hanem különböző politikai játszmák zajlanak a háttérbe. Mire gondol? Arra, hogy a Fidesz ki akarja sajátítani teljes mértékben a 2017-es úszó világbajnokságot, és propaganda célokra kívánja majd felhasználni fél évvel a választások előtt. És Gyárfás Tamás ebben eszköze a Fidesznek, úgy gondolja? Ezt most nem értettem. Hát, hogy ebben eszköze a Fidesznek Gyárfás Tamás, hogy kisajátítsa propaganda célokra a vizes VB-t. Én úgy vélem, hogy esetleg ebben nem partner Gyárfás Tamás, és ezért kell mondjuk eltávolítani őt. Ja, hogy úgy gondolja, hogy a Fidesz akarja Gyárfás Tamást eltávolítani? Vagy az ő érdeke lenne, hogy ő Gyárfás Tamás eltávolítódjék? Én nem mondtam a véleményemet. Az én véleményem ez a jelenlegi ügyről. Az én véleményem az, hogy meg kell keresni a mozgatórugóit az eseményeknek. Kormánynak van feladata ebben az ügyben? Mit gondol? Ugyan már ne legyünk olyan gyerekesek, hogy mindig csak a kormányra mutogatunk. Ön szerint a kormányzatnak van valamilyen teendője ebben az ügyben? Ugye legutóbb Orbán Viktor felhívta a Hosszú Katinkát, beszélgetett vele. Most esetleg terveznek ilyesmit? Én úgy gondolom, hogy a viták csökkentését, mérséklését megteheti a kormány, de ennél több lehetősége a belső viták befolyásolására. Mi az, amit megtehet a kormány konkrétan? Hát nyilván mindenkivel tárgyal, próbálja összehangolni a szempontokat. A kormánynak van dolga ebben a kérdésben? Szerintem nincs. Felelősséggel tartozunk egyrészt az adófizetők felé, mi akik az országgyűlésben ülünk, hiszen rengeteg adóforintból fogják ezt a vizes világbajnokságot megrendezni. Orbán Viktor megkereste Hosszú Katinkát is, tehát akkor valami nyilván közel azért, mert olyan neves személyiségről van szó, háromszoros vagy többszörös pont bajnokról, aki hát azért nem akárki az országban. Legutóbb Orbán Viktor felhívta személyesen Hosszú Katinkát. Most ön szerint várható az? Az Orbán Viktor, mint magyar állampolgár, azzal beszél, akivel akar. De hát ő a kormányfő, azért nem, nem akárki. Én azt tudom, hát nekem már nem utassa be. Most vitatkozni akar velem, hát azt kérdeztem, hogy a kormánynak van-e dolga? Szerintem nincs. Akkor miért hívta fel mégis Orbán Viktor? Azért, mert magánember. Érdekli a sport? Nekem nem érdekel. Most mi lenne a jobb az ország, a vizes VB és a szövetség szempontjából ebben a pillanatban, hogyha távozna Gyárfás Tamás, vagy hogyha inkább most már a helyen maradna? Nem akarok ítéletet mondani, mi tájékozódni szeretnénk. Ez egy nehéz kérdés. Én inkább ezt úgy fordítanám át, hogy nem hiszem, hogy az használna az úszósportnak, hogyha Gyárfás Tamás helyére beültetnének egy újabb fideszes potentátot, mint ahogy ezt teszik a különböző sportszövetségeknél. Azért nem akarok állást foglalni egyik párt vagy másik párt mögött, mert szerintem ebbe a napi politikának nincsen keresnivalója. Én legalábbis nem fogok ebbe állást foglalni. Le kell mondani azt szerint Gyárfás Tamásnak? Ez már nem az én feladatom. Köszönöm szépen. Ha az úszószövetségnek a megújulásához az kell, hogy oda egy szakember egy úszásban és az úszósportban járt a szakember kerüljön oda, azt én úgy gondolom, hogy azt támogatni lehet. De az, hogy politikusok, tehát megjelenjen mondjuk, neveket is mondjuk, mondjuk Tuzson Bence az úszószövetség élén, azt a Jobbik Magyarországért mozgalom nem támogatja. Nem válaszol?